tétlenkedik az edző. Várjuk a végét, és várjuk azt, hogy ez minél előbb rendeződjön, és tényleg visszálljon a életünk a régi kerékvágásba. Nagyon nehéz, ilyen pillanatban ugye a játékosok kaptak programot, nyilván profi játékosok, tehát ők is tudják, hogy edzésbe kell magukat tartani, mert bármikor tényleg visszaállhat az életünk, úgyhogy próbáljuk ezt az időszakot úgymond túlélni. A szülőkkel, a gyerekekkel is tartjuk a kapcsolatot, de nyilván hát most itt mindenki ugye a saját családjában, családi körében tölti itt ezt az időszakot. A gyerekeket is próbáljuk motiválni arra, hogy ne álljanak le és ne hagyják abba. Pont most a kapusokkal beszéltem, a felnőtt kapusaimmal. Norvégiában se jó a helyzet ilyen pillanatban, de egész Európában azt lehet mondani. Nagyon nehezen élik meg azt, hogy nem csinálhatják ugye azt a rutinszerű életüket, amit élünk, és szerintem az emberek gondolatában és a sportolók gondolatában is, tehát most így annyira le van taglózva a világ ettől a járványtól, hogy mindenki így elfordult magába, vagy hát én úgy érzem, hogy egy kicsit befordultunk. Lesz ez az időszak, amikor el kell kezdeni előre nézni és gondolkodni tényleg azon, hogy akkor hogy tudunk visszajönni, milyen meccseket játszhatunk még le esetleg. Teljesen át kell majd szerveznünk itt az egész felkészülésünket esetleg. Mentálisan is, hát persze felnőtt játékosokról van szó. Mondom még egyszer, ahogy beszéltem velük, nagyon nehezen élik meg ezt az időszakot, ezt a tétlen időszakot, de én magam is személy szerint, megmondom őszintén, hogy szeret az ember ugye egy kicsit kizökkenni a napi ritmusból időnként, de ráadásul én is a férjemmel mind a ketten edzői státuszba dolgozunk, úgyhogy mind a kettőnk meg van fogva rendesen, hogy akkor most itt hogyan tovább, de reméljük, hogy hamarosan látjuk a végét, és akkor el tudunk kezdeni újra tervezni. Hát ugye az edzések kivételével szerintem mindenki most próbálja bepótolni azokat az időket és órákat, amit a családjával nem tudott tölteni a kézilabda, a profi sport miatt, úgyhogy szerintem mindenki úgy van, hogy otthon marad a kis családjával, szüleivel, barátaival, és próbálja tényleg ezeket a perceket bepótolni. Én nagyon szeretek például pingpongozni, és szerencsés helyzetben vagyok, mert van pingpongasztalom itthon, úgyhogy pingpongozni szoktam, egyébként meg sorozatot, filmet nézek, meg hát természetesen ugye edzem. Nekünk speciális feladatokra van szükségünk, de azt nyilván nem tudom lemodellezni otthon, de egyébként speciális kitöréseket, kapus mozdulatokat, szalakhoz erősítem a lábomat, és próbálom emelgetni, tehát hogy próbálok ilyen tényleg specifikus gyakorlatokat, sokat nyújtani, stretchingelni, ugye, ami fontos, hogy azok essenek vissza egy kapusnál. Egyébként leszámítva ugyanazt a programot csinálom, mint a mezőnyösök. Megjelent Instagramon és egyéb oldalakon nagyon sok ilyen házi videó, amit feltöltenek a profi sportolók. Már én is gondolkozom ezen, hogy elindítok egy ilyet. Én csak arra tudom őket buzítani, hogy nézzék ezeket a videókat. Tényleg nagyon jó kis praktikus feladatok vannak benne, és csinálgassák, illetve sokat töltsenek a szabad levegőn, és ott is mozogjanak annyit, amennyit tudnak. Én úgy tartom magamat fitten, legalábbis próbálom, hogy minden nap csinálom az itthoni edzésmunkát, amit megkaptunk a klubtól. Kialakítottak nekünk egy olyan programot, ami otthon is elvégezhető, mindenféle gond nélkül. Nagyon kreatívnak kell lenni, hogy mit, hogyan csináljunk, azokkal az eszközökkel, amik korlátozott számban vannak nálunk otthon, azokból mit tudunk kihozni, azokkal hogyan tudjuk a legjobban fitten tartani magunkat. Mindenki írogatja, hogy mi a helyzet a saját országában. Vannak páran karanténban is, ugye ilyen házi karanténban az elővigyázatosság szempontjából. Tehát igazából a helyzet mindenhol elég nehéz, de tudom, hogy mindenki szorgalmasan, meg becsülettel csinálja a munkát, hiszen nekünk erről szól az életünk. Vannak olyan nyilván a csapatból közelebb álló emberek, akikkel FaceTime-on vagy csoportos beszélgetésben tartjuk a kapcsolatot, akkor éppen küldjük a képet magunkról, vagy mesélünk egymásnak, hogy na, most hogy alakult a mai nap, milyen edzést végzünk. Úgyhogy szinte majdnem mindennapi kontaktban vagyunk egymással. Nagyon fontos az is, hogy a csapatot valamennyire együtt lehessen tartani, hiszen ez most egy olyan helyzet, amire egyáltalán nem volt felkészülve senki, legalábbis nem számítottunk rá. Semmikor sem jön jókor egy ilyen járvány, meg bárcsak tényleg soha ne történt volna meg soha ne történne meg, viszont szerintem mi elég jó formában voltunk a bajnokságban a menetelés szempontjából, illetve a nemzetközi kupasorozatban is, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy pont ebben a jó formában ki kell szállnunk, de nincs más tennünk, és úgy gondolom, hogy itt tényleg mindenki annyira profi, hogy mentálisan is tudja magát készíteni arra, hogy bármikor készen kell lenni, akkor
természetesen fejben is, fizikálisan is készen leszünk. Ilyenkor talán egy kicsit átértékeljük a dolgokat, talán a hétköznapi dolgokat, a részleteket, a kisebb dolgokat is jobban tudjuk majd értékelni, jobban tudunk rá figyelni. Valószínűleg mindenkinek egy nagyon-nagyon nagy öröm és egy mentális töltet lesz, amikor majd újra együtt edzhetünk, találkozhatunk, és az élet visszatér a normális kerékvágásba.